A rendelkezésre álló adatok szerint az öt férfi 2023 márciusától elsősorban Rákóczi falván Szolnokon és Zagyvarékoson szervezett formában egymással konspirálva marihuánával kábítószerkereskedelmet bonyolítottak. A férfiak egymástól is vásárolták a kábítószert, amelyet részben maguk is fogyasztottak, illetve azt tovább értékesítették a vármegye egész területén. A férfiak közül ketten is tartottak otthon saját marihuána ültetvényt. Az egyik gyanúsított Rákóczi falván a saját ingatlanában mintegy 218 tő marihuánát gondozott, ezek különböző fejlettségi állapotban voltak. A férfi rendelkezett a termesztéshez szükséges eszközökkel és berendezésekkel is. A férfiak a kapcsolatot egymással elsősorban telefonon tartották, és előre megegyezett módon úgy beszéltek a telefonban, hogy leplezni igyekezzék a tevékenységüket, így például a kábítószer terjesztést horgászatnak nevezték következetesen. A nyomozóhatóság a férfiaknál nagy értékben foglalt le készpénzt, illetve nagy mennyiségben kábítószert, valamint kereskedéshez használt eszközöket. Az ügyészség minden gyanúsított esetében megalapozottnak látta a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a veszélyét is. A bíróság az ügyészség álláspontjával egyetértett, és elrendelte mind az öt férfi letartóztatását. A bíróság végzése ellen valamennyi gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, így az ügyben jogerős döntést a szolnoki törvényszék fog hozni.